szeretettel köszöntök minden bajtársat, minden meghívott kedves vendégünket, aki immár hagyományos rendezvényen megjelent. Engedjétek meg, hogy külön köszöntsem dr. Németh Mária Anitát, megyei kormányhivatal osztályvezetőjét, Puskás Ákos alpolgármester úr a Tapolc város képviseletében. Ahogy láttam, azért a kürtrián mindenki fölkapta a fejét, ugye, hogy minden a régi veteránokhoz illik, és felsorakoztunk. Külön köszönöm Kovács Ferenc százados bajtársunknak, hogy a kiképzőközpontnak a utolsó zászlóját, amit 2005. december 31-én egy pár bajtársal együtt, közösen levontunk az utolsó munkanapon. Sajnos az órát azt nem sikerült elhozni, mert azt rendesen, tisztességesen visszatettük a egységete szobába, de ha jól emlékszem, akkor Zavacki István bajtársam megállította az időt, már akkor hó is volt, és akkor beletette a hóba, ugye a hideg hatására az óra megállt, úgy helyeztük vissza a egységügyetes szobába, hát aztán az idők folyamán az elkallódott. A hagyományoknak megfelelően felolvasnám azoknak a bajtársaknak a nevét, akik sajnos most már rendezvényünkön nem lehetnek jelen, és a névsor befejezése után remélem, hogy pontos a névsorunk, kérem akkor egy egyperces néma fölhajtást. Tehát akik már nem lehetnek közöttünk: Vigesz Gyula őrnagy úr, Kapcsos Gyula honvédségi közalkalmazott, Kozup László alezredes úr, Kondrák Sándor főtörzsőrmester úr, Korkonai László őrnagy úr, Leiner László törzászlós úr, Márfi István Orosz Ferencné honvédségi közalkalmazott, Perjési Ágnes honvédségi közalkalmazott, Posztos Sándor őrnagy úr, Szabó László százados úr, Takás Tibor Antal törzászlós úr, Tóth László, Töreki János törzászlós úr, Vécsei Gábor zászlós úr, Zsembeni Rándor őrnagy úr és Zsigmond Sándor törzászlós úr. Kérem, emlékezzünk kegyelettel. A megemlékezésnek a rövid történetével ugye nyitottam, és katonással röviden azzal zárnék, hogy a egyik, amellett, hogy összejöttünk és emlékezünk ezzel a 16 évvel ezelőtti eseményre, mindenkit vár a kicsi asztalunk, és a második naprendi pontra térünk, ahogy szokták mondani annak idején a hadseregbe, a közös bajtársi beszélgetés. Köszönöm.